Sziasztok! Mai videónkban a tollbamondást fogjuk gyakorolni. Vegyétek elő a tollat, papírt, vagy akár a számítógépet, és kezdjük is. Négy rész lesz, az első részben normál tempóban fogok beszélni, ilyenkor ne írjatok, csak hallgassatok. Próbáltok megérteni, miről szól az egész, jó? Aztán a második részben lassan fogok beszélni, és minden mondatot kétszer fogok elmondani. A harmadik részben újra normál tempóban beszélek, és ez az utolsó lehetőségetek, hogy a még hiányzó részeket leírjátok. A negyedik részben pedig ellenőrzünk, és ott angol fordítást is látni fogtok majd. Kezdjük! Első rész. Normál tempó. Csak hallgasd, ne írj! Kata. Kata 32 éves. 167 magas és 49 kiló. Kissé barna bőrű, hosszú, szőkehajú és barna szemű. Szép bőre van, de azért látszik, hogy már túl van a 30-on. Szép fogsora van, de a cigitől egy kissé sárga. Legtöbbször szoknyát és toppot hord. A körmei barack színűre vannak festve. Kata nem dolgozik. 4 éve az egyik orvosa hibát követett el, és véletlenül levágta az egyik lábát. A hírekben is benne volt. Az orvos azt hitte, hogy egy másik beteget operál. Kata bíróságra vitte az ügyet, és azóta abból a pénzből él. Arra nem elég, hogy el tudjon utazni külföldre, de itthon kényelmesen él. Igazából Kata még örül is annak, hogy így alakultak a dolgok. Nem nagyon szeret dolgozni. Vagy bármi fárasztót csinálni. Korábban pultos volt egy közeli kocsmában, a Borpatikában. Reggel 8-tól este 10-ig. Napi 14 órában. A nap végére a lábai úgy fájtak, hogy alig bírt hazasétálni. Most már legalább nem fájnak. Legalábbis a bal semmiképp, mert azt vágták le. A jobb meg általában azért nem fáj, mert nem kell egész nap állnia vele. Jobb ez így. A kedvenc szappan opera sorozatairól sem késik le soha többé. Katának van 17 macskája. Ádi, Peti, Ati, Misi, Zoli, Feri, Máté, Laci, Karcsi, Évi, Gabi, Vivi, Niki, Szandi, Nóri, Bea és Tündi. Az exe, István, rühelte őket, de már nincsenek együtt. Ha egy dolog miatt hiányzik Katának a lába, az akkor az, hogy jól sebbe rúghassa vele Istvánt. 3 éve szakítottak, de István sokszor éjszakánként még mindig felhívja. Sajnos szüksége van Istvánra, mert ő az egyetlen, aki hajlandó macskakaját venni neki. A macskáinak csak a legjobb márkájú macskakaját veszi, de sajnos az a bolt túl messze van Katának. Kata rosszabban nem éri be. Így az egyetlen opciója István, mivel a bolt kiszállítást nem vállal. És nincsenek barátai? Szerintem már rájöttél magadtól is, de a biztonság kedvéért én is elárulom. Katának nincsenek barátai. Valószínűleg ezért van ennyi macskája. Régebben volt néhány barátja, de megunták, hogy mindig csak a macskáiról beszélt. Barátok nélkül még magányosabb lett, így még több macskát fogadott be. Ördögi kör. Második rész. Minden mondatot kétszer fogok elmondani. A mondatjeleket is mondani fogom. Vessző. Pont. Felkiáltójel. Kérdőjel. Kettős pont. Pontos vessző. Kötőjel. Idézőjel. Példa. A barátnőm, kötőjel, Anna, kötőjel, vicces, vessző, szép és kedves. Pont. Kata. Kata 32 éves. Pont. Kata 32 éves. Pont. 167 magas és 49 kiló. Pont. 167 magas és
49 kiló. Pont. Kissé, barna bőrű, vessző, hosszú, vessző, szőke hajú és barna szemű. Pont. Kissé, barna bőrű, vessző, hosszú, vessző, szőke hajú és barna szemű. Pont. Szép bőre van, vessző, de azért látszik, vessző, hogy már túl van a 30-on. Pont. Szép bőre van, vessző, de azért látszik, vessző, hogy már túl van a 30-on. Pont. Szép fogsora van, vessző, de a cigitől egy kissé sárga. Pont. Szép fogsora van, vessző, de a cigitől egy kissé sárga. Pont. Legtöbbször szoknyát és toppot hord. Pont. Legtöbbször szoknyát és toppot hord. Pont. A körmei barack színűre vannak festve. Pont. A körmei barack színűre vannak festve. Pont. Kata nem dolgozik. Pont. Kata nem dolgozik. Pont. 4 éve az egyik orvosa hibát követett el, és véletlenül levágta az egyik lábát. Pont. 4 éve az egyik orvosa hibát követett el, és véletlenül levágta az egyik lábát. Pont. A hírekben is benne volt. Pont. A hírekben is benne volt. Pont. Az orvos azt hitte, vessző, hogy egy másik beteget operál. Pont. Az orvos azt hitte, vessző, hogy egy másik beteget operál. Pont. Kata bíróságra vitte az ügyet, és azóta abból a pénzből él. Pont. Kata
bíróságra vitte az ügyet, és azóta abból a pénzből él. Pont. Arra nem elég vesző, hogy el tudjon utazni külföldre, vesző, de itthon kényelmesen él. Pont. Arra nem elég vesző, hogy el tudjon utazni külföldre, vesző, de itthon kényelmesen él. Pont. Igazából Kata még örül is annak, vesző, hogy így alakultak a dolgok. Pont. Igazából Kata még örül is annak, vesző, hogy így alakultak a dolgok. Pont. Nem nagyon szeret dolgozni. Pont. Nem nagyon szeret dolgozni. Pont. Vagy bármi fárasztót csinálni. Pont. Vagy bármi fárasztót csinálni. Pont. Korábban pultos volt egy közeli kocsmában. Vesző. A borpatikában. Pont. Korábban pultos volt egy közeli kocsmában, vesző, a bor patikában. Pont. Reggel 8-tól este 10-ig. Pont. Reggel 8-tól este 10-ig. Pont. Napi 14 órában. Pont. Napi 14 órában. Pont. A nap végére a lábai úgy fájtak, vesző, hogy alig bírt hazasétálni. Pont. A nap végére a lábai úgy fájtak, vesző, hogy alig bírt hazasétálni. Pont. Most már legalább nem fájnak. Most már legalább nem fájnak. Pont. Legalábbis a bal semmiképp vesző, mert azt vágták le. Pont.
legalábbis a bal semmiképp vesző, mert azt vágták le. A jobb meg általában azért nem fáj vesző, mert nem kell egész nap állnia vele. Pont. A jobb meg általában azért nem fáj vesző, mert nem kell egész nap állnia vele. Pont. Jobb ez így. Pont. Jobb ez így. Pont. A kedvenc szappan opera sorozatairól sem késik le soha többé. Pont. A kedvenc szappan opera sorozatairól sem késik le soha többé. Pont. Katának van 17 macskája. Pont. Katának van 17 macskája. Pont. Ádi vessző. Peti vessző. Ati vessző. Misi vessző. Zoli vessző. Feri vessző. Máté vessző. Laci vessző. Karcsi vessző. Évi vessző. Gabi vessző. Vivi vessző. Niki vessző. Szandi vessző. Nóri vessző. Bea és Tündi. Pont. Ádi vessző. Peti vessző. Ati vessző. Misi vessző. Zoli vessző. Feri vessző. Máté vessző. Laci vessző. Karcsi vessző. Évi vessző. Gabi vessző. Vivi vessző. Niki vessző. Szandi vessző. Nóri vessző. Bea vessző. Nincs össze. És Tündi. Pont. Bea és Tündi. Az exe kötőjel István kötőjel rühelte őket. Vessző. De már nincsenek együtt. Pont.
az exe kötőjel István kötőjel rühelte őket vesző, de már nincsenek együtt. Pont. Ha egy dolog miatt hiányzik Katának a lába vesző, az akkor az vesző, hogy jól segbe rúghassa vele Istvánt. Pont. Ha egy dolog miatt hiányzik Katának a lába vesző, az akkor az vesző, hogy jól segbe rúghassa vele Istvánt. Pont. Három éve szakítottak vesző, de István sokszor éjszakánként még mindig felhívja. Pont. Három éve szakítottak vesző, de István sokszor éjszakánként még mindig felhívja. Pont. Sajnos szüksége van Istvánra vesző, mert ő az egyetlen vesző, aki hajlandó macska kaját venni neki. Pont. Sajnos szüksége van Istvánra vesző, mert ő az egyetlen vesző, aki hajlandó macska kaját venni neki. Pont. A macskáinak csak a legjobb márkájú macska kaját veszi vesző, de sajnos az a bolt túl messze van Katának. Pont. A macskáinak csak a legjobb márkájú macska kaját veszi vesző, de sajnos az a bolt túl messze van Katának. Pont. Kata rosszabbal nem éri be. Pont. Kata rosszabbal nem éri be. Pont. Így az egyetlen opciója István vesző, mivel a bolt kiszállítást nem vállal. Pont. Így az egyetlen opciója István vesző, mivel a bolt kiszállítást nem vállal. Pont. És nincsenek barátai? Kérdőjel. És nincsenek barátai?
Kérdőjel. Szerintem már rájöttél magadtól is, vesző. De a biztonság kedvéért én is elárulom. Kettős pont. Katának nincsenek barátai. Pont. Szerintem már rájöttél magadtól is, vesző, de a biztonság kedvéért én is elárulom. Kettős pont. Katának nincsenek barátai. Pont. Valószínűleg ezért van ennyi macskája. Pont. Valószínűleg ezért van ennyi macskája. Pont. Régebben volt néhány barátja, vesző, de megunták, vesző, hogy mindig csak a macskáiról beszélt. Pont. Régebben volt néhány barátja, vesző, de megunták, vesző, hogy mindig csak a macskáiról beszélt. Pont. Barátok nélkül még magányosabb lett, vesző. Így még több macskát fogadott be. Barátok nélkül még magányosabb lett, vesző, így még több macskát fogadott be. Pont. Ördögi kör. Pont. Ördögi kör. Pont. Iratkozz fel, aztán folytassuk. Harmadik rész, normál tempó, utolsó lehetőség. Kata. Kata 32 éves. 167 magas és 49 kiló. Kissé barna bőrű, hosszú, szőkehajú és barna szemű. Szép bőre van, de azért látszik, hogy már túl van a 30-on. Szép fogsora van, de a cigitől egy kissé sárga. Legtöbbször szoknyát és toppot hord. A körmei barack színűre vannak festve. Kata nem dolgozik. 4 éve az egyik orvosi hibát követett el, és véletlenül levágta az egyik lábát. A hírekben is benne volt. Az orvos azt hitte, hogy egy másik beteget operál. Kata bíróságra vitte az ügyet, és azóta abból a pénzből él. Arra nem elég, hogy el tudjon utazni külföldre, de itthon kényelmesen él. Igazából Kata még örül is annak, hogy így alakultak a dolgok. Nem nagyon szeret dolgozni. Vagy bármi fárasztót csinálni. Korábban pultos volt egy közeli kocsmában, a Borpatikában. Reggel 8-tól este 10-ig. Napi 14 órában. A nap végére a lábai úgy fájtak, hogy alig bírt hazasétálni. Most már legalább nem fájnak. Legalábbis a bal semmiképp, mert azt vágták le. A jobb meg általában azért nem fáj, mert nem kell egész nap állnia vele. Jobb ez így. A kedvenc szappan opera sorozatairól sem késik le soha többé. Katának van 17 macskája. Ádi, Peti, Ati, Misi, Zoli, Feri, Máté, Laci, Karcsi, Évi, Gabi, Vivi, Niki, Szandi, Nóri, Bea
és Tündi. Az exe, István, rühelte őket, de már nincsenek együtt. Ha egy dolog miatt hiányzik Katának a lába, az akkor az, hogy jól sebbe rúghassa vele Istvánt. 3 éve szakítottak, de István sokszor éjszakánként még mindig felhívja. Sajnos szüksége van Istvánra, mert ő az egyetlen, aki hajlandó macskakaját venni neki. A macskáinak csak a legjobb márkájú macskakaját veszi, de sajnos az a bolt túl messze van Katának. Kata rosszabban nem éri be. Így az egyetlen opciója István, mivel a bolt kiszállítást nem vállal. És nincsenek barátai? Szerintem már rájöttél magadtól is, de a biztonság kedvéért én is elárulom. Katának nincsenek barátai. Valószínűleg ezért van ennyi macskája. Régebben volt néhány barátja, de megunták, hogy mindig csak a macskáiról beszélt. Barátok nélkül még magányosabb lett, így még több macskát fogadott be. Ördögi kör. 4. rész. Ellenőrzés és az angol fordítást is megnézzük. Kata. Kata 32 éves. 167 magas és 49 kiló. Kissé barna bőrű, hosszú, szőkehajú és barna szemű. Szép bőre van, de azért látszik, hogy már túl van a 30-on. Szép fogsora van, de a cigitől egy kissé sárga. Legtöbbször szoknyát és topot hord. A körmei barack színűre vannak festve. Kata nem dolgozik. 4 éve az egyik orvos a hibát követett el, és véletlenül levágta az egyik lábát. A hírekben is benne volt. Az orvos azt hitte, hogy egy másik beteget operál. Kata a bíróságra vitte az ügyet, és azóta abból a pénzből él. Arra nem elég, hogy el tudjon utazni külföldre, de itthon kényelmesen él. Igazából Kata még örül is annak, hogy így alakultak a dolgok. Nem nagyon szeret dolgozni. Vagy bármi fárasztót csinálni. Korábban pultos volt egy közeli kocsmában, a Borpatikában. Reggel 8-tól este 10-ig. Napi 14 órában. A nap végére a lábai úgy fájtak, hogy alig bírt hazasétálni. Most már legalább nem fájnak. Legalábbis a bal semmiképp, mert azt vágták le. A jobb meg általában azért nem fáj, mert nem kell egész nap állnia vele. Jobb ez így. A kedvenc szappanopera sorozatairól sem késik le soha többé. Katának van 17 macskája. Ádi, Peti, Ati, Misi, Zoli, Feri, Máté, Laci, Karcsi, Évi, Gabi, Vivi, Niki, Szandi, Nóri, Bea és Tündi. Az exe, István, rühelte őket, de már nincsenek együtt. Ha egy dolog miatt hiányzik Katának a lába, az akkor az, hogy jól sebben rúghassa vele Istvánt. 3 éve szakítottak, de István sokszor éjszakánként még mindig felhívja. Sajnos szüksége van Istvánra, mert ő az egyetlen, aki hajlandó macskakaját venni neki. A macskáinak csak a legjobb márkájú macskakaját veszi. De sajnos az a bolt túl messze van Katának. Kata rosszabban nem éri be. Így az egyetlen opciója István, mivel a bolt kiszállítást nem vállal. És nincsenek barátai? Szerintem rájöttél már magadtól is. De a biztonság kedvéért én is elárulom. Katának nincsenek barátai. Valószínűleg ezért is van ennyi macskája. Régebben volt néhány barátja, de megunták, hogy mindig csak a macskáiról beszélt. Barátok nélkül még magányosabb lett, így még több macskát fogadott be. Ördögi kör. Remélem tetszett a videó és hasznosnak találtad. Ha igen, és még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel, illetve nyomd meg az értesítés gombot is, hogy ne maradj le a legközelebbi videómról se. Ha akarsz korábbi videókat nézni, amik ehhez hasonlóak, akkor keresd meg a Listening Comprehension lejátszási listámat, illetve van egy honlapom is, amit érdemes lecsekkolni, a hamfan.hu, és ha szeretnéd támogatni a munkámat valamilyen formában, akkor olvasd el a leírástól, megtalálod, hogy ezt hogyan tudod megcsinálni. Köszönöm szépen, sziasztok!